I should have known you were a liar when I met you. I should have known you had a secret little double life. I should have known you were the devil flying undercover. I should have known you'd fit the part. I should have known you were a star. Sziasztok, hölgyek, mindenkinek, üdvözlök mindenkit ismét, csak sok szeretettel. Most jelen még kicsit csatét vagyok, de mindjárt el is mondom nektek miért. Jó reggelt és jó étvégét is. Vasárnap van, reggel 6 óra. Szóval még sötét van, nem beszélve, hogy jelenleg itt esik az eső is. Szóval az miatt még sötétebb van. Nézzük meg az infókat. Emléletek. Este be van állítva, hogy legyen szerdán este, tehát volt is, 22:40. Mások még egyáltalán nem voltak sajnos fenn, fiúk, lányok. Mindenkinek tegnap dolga volt, de remélhetőleg ma már mindenki tud venni majd. Szerintem majd 8 körül már fognak jelentkezni. Én, ahogy láthattátok, tegnap elég jó haladtam. Ugye a bázis alapjai megvannak, bár T1-jel. Fogtam állatokat, fogtam egy trallt is, meg mindjárt fogunk is, 44-es szintű vagyok. Meg kell farmoljunk, hogy legalább a bejáratot meg tudjam csinálni. Ugyetem itt a falat. Közben bespawnolni a dolgok. Egy-két plusz info különben, amit váltsunk teljes képernyőre, úgy az igazi. Amit én tegnap is szerettem, az első az, hogy nagyon gyorsan elkészülnek az állatok. Legyen az ló is, vagy tényleg az állat. A szerve az teljesen ugyanúgy van beállítva, mint ahogy volt nálam több mint 2 éven keresztül, hogy szerintem fél órát elkészült egy állat, és az egyik farkas bolgőjétől lett, azt elmondom nektek, sőt meg is mutatom. Illetve meghalt, várjátok, azt is megmutatom nektek, eventlog ismételten, itt írja is, hogy nem ezt írja, nem ez, hol van? Ezeket szerintem én kidobáltam. 21, hol van? Itt van. Bookshit a youtuberektől tőlünk, vagyis jelen még csak tőlem, megölte egy NPC-t. Bár nem tudom, hogy most ott még kettő van. Ugye az első farkast ide tettem le, és valahogy ide keveredett egy NPC, egy T2-es harcos, nem tudom, hogy onnan jött-e, vagy lentől, a Lián tábortól, de mindegy, ide jött, és megölte szegény Buksikát, amíg én fönn voltam. Szóval az állatokat jelenleg, amíg még nem vagyunk túl sokan, addig fölvittem, illetve lezártam ezt egy ajtóval, hogy ide aztán be nem tudjanak jönni, amíg nem lesz kész a fal. Szóval meg elmentem medvékért is a tóhoz, ide. Lett egy sima medve, Balú kapitány, illetve Mici Macko az Grétől lett. A Grét az természetesen ugye minden állatban sokkal jobb, ezek a statjai. Illetve lett egy fehér farkas is. Egy szintúgy Grétől, azt annak adtam egy skint, hogy kicsit jobban nézzen ki. Illetve azt észrevettem még, hogy a lovak viszont jó HP-sak lettek. Tavaly ugye a lovakat is, meg mindent talált leamortizáltak. Bocsánat, csuklok. Nem mérkeltem fel, gyorsan megrésztem, és már vagyok is. Szóval még ez ilyen hülyébb a hangom is. Hogy mit akartam mondani?
Szóval az ő ugye normálisan, aki régebben is ugye játszott Conan, az jól tudja, hogy azért egy lónak ilyen 3000-4000 közt szokott lenni a HP-ja, de ugye ezt is leamortizáltak, ilyen 1500 volt, csak per kb. És ugye a lóak azok nem harcolnak meg semmi, csak velünk vannak utazásra, azért van ugye ló. És elég hamar meghaltak, meghalhattak, és most látjátok mennyi a HP-ja? 8300, 6500 volt, amikor kivettem, és neki is készítettem ételt, ezért fekete ló. Egy kicsit jobban nézzen ki. Most, ja, ott van. Jó helyen voltam. Level 8-as, 8300 HP-val, szóval a HP-ját a lovaknak iszonyúan fölvitték. A másik, amit észrevettem tegnap, hogy fogtam egy T3-as tart, azt hittem meg fogok halni. Négy ütésből kiütöttem, szóval iszonyú könnyű kiütni most már trallokat. Nem az van, mint annak, vagy legalábbis ez biztos, hogy könnyű volt, mindjárt majd nézzünk egyet még. Úgy, én adok már annak egy kis hangot. Elakadtam. Illetve a T3-as trall is, na itt is van. Sicsút elkészült, gyerekek. Egy óra alatt szerintem elkészült, úgyhogy nincs benne... mi az? Befogó. Kíváncsi leszek, milyen statjai lesznek. Szóval neki még ilyen jobb a fegyver, mint amit én tudok. Most mi? Ó, hogy vigyen el a villám! Áj. Mindjárt jövök. Ezt én úgy utálom, gyerekek, hogy bejön ez a szírszalmár nézést. De már gép megy kb. 15 perce, de most jön be. Igen, nem látszik a... ami... tudjátok. Ezeket kidobáljuk, ez nem kell. Érdekes, hogy ilyen lila háttörű dárdája van. A lila cuccok ilyen legendások szoktak ugye lenni. Kap egy kis kaját. Milyen statjai vannak különben? 15, a kajádban ugye plusz 14%-ot. A 15-ös támadás, az eddig a legjobb. És már készítettem neki egy páncélt, arra mondjuk úgy, hogy futotta. Szó szerint. Bár fences forratok önbe készül, bocsánat, itt lesz. Szóval azt is kicsit fejleszgettem. Itt is van. És 169. Bár igaz, még level 0. Ezt az enyém az... Bár ugyanolyan alapközepes páncél, mint az enyém. Van kajája, van dárdája. És elnevezzük, ő lesz az első harcosunk. És akkor most azt még kis info, hogy kicsit feljebb vettem a pörcsös szükséges XP-t, mert már az egyharmadánál voltunk, úgyhogy egyedül játszottam. Szóval 5000-re följebb vettem most 20000 XP-kel, nem 15000. Hogy nehogy már pörcsöt kapjunk, úgyhogy még semmi nincs. Aztán nem értek, hogy jönnek a többiek, akkor tudjátok. Szóval azt kicsit följebb vettem, mert át kéne építeni, védelem kéne. Talloknak fegyver kell, vagyis igazából a fegyver, ami náluk van alapból, az valószínűleg sokkal jobb, mint amennyit mi tudunk készíteni. Azt nem tudom, hogy láttátok-e vagy sem, hogy
azért beléptem valamilyen szinten az acélkorszakba, én már így lekraftoltam ezt a kimiai csatabádot, ami, hát 11-et többet csel, az a másik fejsze volt ugye 33-as sebzéssel. Nem látok T3-ast, ezt tegyük hozzá most jelenleg. Burz mindenképp kell nekem, szóval amíg el nem jutunk lejjebb, addig ödököljük a cuccákat, meg kell nekünk a bölkéje. Egy cucca megvolt. Két cucca megvolt. És nekem nem a kötéket tedd el a kötelet. Nekem azt szoktok el. Úgy szó szerint. Hello, mikor hogy valaki itt mozog mögöttem. Hát még hallottam, de most nem látom. Ez biztos, hogy nem kell nekünk, meg ugye fém is nagyon sok kell. A hó volt. Hallani hallottam, hogy van mi majd mögöttem. Ja, ott. Meg szerintem kezd besötétenni, mert mint a sötétenne a játékba. A cuccák azok nagyon jó XP-t adnak, ugye, tehát nagyon jó belük fejlődni. Meg ugye bölt adnak, ami eléggé fontos nekünk. Tegyük hozzá, hogy tényleg nem még keltem fel fél órája kb. Így még annyira nem vagyok fölébedve. Harci ügyileg, meg más ügyileg sem. Talokat kell fogjunk, nekik kell fegyverpáncél. Az nem tudom ki lesz ott lent, mindjárt megnézzük. Küldök neki egy meghívót. Ez hova ment? Egyes. Értitek? Ugyanez volt a T3-as, csak 4 ütés volt. Ilyen könnyű kijutni már trallokat. Régen ezekkel mennyit kellett harcolni, emlék? Ó, oh, nem. Most én ezt szerintetek eltalálom? Vagy meghalt? Meg biztos nem halt. Nem látom a HP-ját, meg az, hogy eltalálom vagy? Vélesnek vélyes elméletileg. Szerintem most halt meg. Aha, volt benne két tégla. Akkor a téglát azt add ide, meg adjál bőrkét. Sokkal egyszerűbb kijutni egy trollt, basszus, mint megölni. Megnézzük itt is, hogy itt milyen troll van. Kíváncsi vagyok, hogy egy nevest milyen nehéz kijutni ezek után. Öt ütés? Betegyük hozzá, hogy elég sokat tud sebezni, szóval eltalál, betalál, és ha betalál, akkor neked annyi lehet.
Az a baj, hogy itt egyszer vannak 1 millióan, és a fáktól semmit nem látok. Ezek ilyen T1-T2-k. Szedjünk fémet, mert kell fémet égessünk. Aztán lehet, hogy megnézzünk még egy-két talat, meg el kell menni mindenképpen. Az T3-as, de ott vannak hárman is, és azért sokat sebeznek. A táncos lány az jó lenne, hogyha a korrupciót kapunk, akkor azt leszedje. Minden kell kezdetbe, tudjátok. De ugye addig nincs gond és baj, ami nem talál el. Ha eltalál, az már ciki. De sebezni sokat sebeznek. Inkább a fém kéne jelenleg. Megyek is. Szóval ezek, amiket tegnap én észrevettem, fiúk, lányok. Nézzük meg azt, hogy én ezt már tegnap is akartam, csak úgy voltam el, hogy biztos megtámad a mamut. Most nézzük meg, hogy megtámad a mamut a labból, vagy... Nem emlékszem, hogy támad? A válasz az, hogy igen, megtámad. Ezt hittem, a mamut nem támad. Én úgy emlékeztem, az barátságos. Ennyi a HP-t. 700? E 2000 HP-ja volt még annó. Jó, akkor... Jó, vigyázni vele, ő is támad. De ő manapság minden megtámad. Pedig én úgy emlékeztem, a mamut az nem támad. A sima elefánt az megtámad, de a mamut nem. De az összesen már a mamut is támad. Szóval, ahogy mondtam nektek, hogy már annyira ugye már, tavaly is mondtam nektek, hogy már annyira nem tetszik a game. Hogy szerintem nagyon e felé megy. Amit ugye tegnap is mondtam nektek, hát most megvesztek kettő ilyen DLC-t, plusz tartalmat, annyiból megveszitek az egész játékot. Mert jó az, hogyha ennyi tartalom van hozzá, de nem mindegy mennyiért. Szerintem nagyon magasak az árak. Ezt tegyük hozzá. Túl van... Mit vettem? Vagyis nem vettem, mit hoztam? Fémet. Akkor fémet ide betesszük. Ezt ide beteszem. A bőr az mehet a bőrkébe. Ez jöhet ide, előbb-utóbb majd ezt is tudjuk használni. Hold is olyan szép volt annó, ha emlékeztek. Na látjátok, most szerintem jó a hold. És nem úgy értem, hogy elromlott a hold, hanem úgy, hogy ilyen átlátszó volt, ha emlékeztek tegnap. Lehet, hogy hát mögötte a csillagokat. Így éjszaka a vulkán, az tök jól néz ki. Tegyük hozzá. Nem tudom, ez szerintem erre nem szoktam semmit beállítani. Csak az, hogy támadj meg mindenkit. Igen, páncélzat. Ilyen bőr kell, fém kell, meg a polsztem kell, ami a szintúgy bőr kell. Ha jól emlékszem, igen, ez még már keményebb bőr kell a heavy-hez. A keményebb bőrt meg orszalvú ad, ha jól emlékszem, elefánt. Én nem tudom még, nem emlékszem már, hogy ez mi ad, de azért szerintem még kicsit messze vagyok. Közben egyet iszok. Akkor mindenképp fogni egy-két talált, fiúk, lányok most. És akkor utána megint elmegyek farmolni. Hogy tudjunk... Az alsó ezt mindenképp minél meg kell csinálni, hogy senki ne tudjon bejönni. Meg ha jön a purge,
Vagy ne T1-gel várjuk itt éjszakon őket. Bár szerintem a Purge is hiába maxos jönne, le vannak amortizálva. Szóval nem hiszem, hogy olyan biztos most már Purge, mint annó volt. Ott sincs T3-os, az biztos. Lent van egy kisebb tábor, azt meg tudjuk nézni. Tehát nem viszek most magammal, lovat se. Itt a környéken leszünk úgyis csak. Emléletek itt lent is sétál valaki. Azt megnézhetjük, hogy ki van ide lent. Meg ki van ott. Itt emléletek csak két talál van, és ha ilyen könnyű őket kiütni. Ez egyik sem. Az lehet, hogy egy neves híjász, Vanille. De a híjászsal nem ilyen foglalkozunk. Mindjárt megnézzük, hogy itt kisétál. Lehet, hogy ő az, aki itt észrevette a állatot, és följött hozzám. Hát az is valami T2-es. Nehezen megölni őket, basszus, mint kiütni. Ez iszonyat valamilyen szinten. Legközelebb ismét csak akkor fogok jelentkezni, hogy szerintem most már egy délelőtt a többiek is jönnek, vagyis legalábbis Gevel Game Channel, esetleg az ismerősével. Florence az, neki elmérte most hétvégén sok dolga van. Ő van egyedül a gyerekkel otthon, 3 vagy 4 éves, szóval gondolom értitek. Nem egyszerű egy kis gyerekkel esetleg bármit is csinálni, vagy mellette. Szóval lehet, hogy csak holnap fog esetleg tudni jönni. Viszont holnap még ugye én már dolgozok, szóval nem egyszerű a képlet. Itt vannak még malackák, ami egyen az XP-vel. Meg a talt is húzni kell. Meg át kell építeni, hogy utána tudjunk építkezni. Szóval sokat kéne farmolni. Egy cucca, két cucca, nem cucca. Cici. Szegény malacka. Hát hát ez van. Ugye tudjátok, hát kell nekünk a rúd belőle. Szerintem ment lejjebb különben a Purge. Jól emlékszem, régebben nem ment le, nem tudom, hogy az esetleg az bug volt-e. Itt sincs T3-as. Most nem egy T3-asra megyek, mert azért... Nézzük meg ott azt a tábort. Most miért fogja a T2-est? Gondolom értitek. Semmilyen nem megyünk vele. Vagy megpróbáljuk a liánt? Ha egy T3-as 4 ütése kijutok, akkor lehet a nevest is 5 ütésből megvan. Itt is van különben... Jó, itt még több fém van, mint ott. Csak ugye itt van 2 farkaskoma is, de azért... Ugye már farkasokkal végeztünk, nem is egyel, 2-vel. De itt szintú gyermétek valaki mászkál. Csak az a kérdés, hogy ki. T2-es. Egye fene, T2. Még az elején vagyunk. Ne válogassunk. Gyere, visszak haza.
Ők lesznek a feláldozhatók. Még mindig jobb egy T2-es is, mint egy állat. Látjátok, ilyen könnyű kijutni. Éjszakon, egy éjszaki. Emlékeztek rá, hogy még az update előtt milyen nehéz volt bármilyen tart kijutni. Ezzel is legalább szerintem, hogy legalább 20-on meg kellett üssük. Szóval ezt is eléggé elamortizálták. Én tudom, hogy negatívnak hangzik minden, de hát szerintem ugye tavaly pont az miatt lett a trajainknak kevesebb HP-ja, amortizálták le meg minden mást, hogy nehezebb legyen a játék. Most ez az update-tal minden bossnak a HP-jának 66%-át levették. Minden tök könnyű kijutni. Olyan könnyű lett a játék, hogy tényleg... jelenleg lekopogom. Szerintem megnézzük a Liant is. Én érzem magamba hatalmat. Csak úgy kéne, hogy ne az egész tábort... izéljük be, mondjuk úgy. Mert ott azért 4-5-en vannak. Képzeljétek egyedül egy Liant elkapni. Vagy egyesére ezeket ki kéne ütni, mert kiütni sokkal egyszerűbb őket, mint megölni. Fogd azt az Isten vetik a fele. Jó, gyere föl. Azt beszéljük meg. Így gondoltam én is. Egyel kevesebb gond és baj, itt is vannak ketten. Jött a Liant. Eljátok? Jó, most... jó, meghaltam, de... jó, sokat sebez. Nem tudtam mozogni, mert belelőtt a lábamba. Hol volt az az ijász? Lent mászkált, ha nem emlékszem. A Liannak nem kellett volna bejönni. Itt az volt a gond és baj. Hát a Lian az kicsinál bennünket, ja. Persze tegyük hozzá, ha eltalál. Ez egy elég fontos dolog. Gyere kicsit följebb, hogy a Liant ne izéljük be. Mert te is egy T3-as vagy. A kurva! Igen. Gyere csak, bazd meg. És akkor egyedül vagyok a Liannal, gyerekek. Egy az egy ellen. Kurva sokat sebed. De 1v1. Együnk egy pici. Bunkó az olyan, persze nincs a közelme, csak a kurva kötél. Na nézzük! Egy neves milyen nehéz esetleg kiütni. Persze legyük hozzá eltalálkozni nekem végen. Úgy kell megoldani, ne találjon el. Ah, jó. Yeah.
till I can carve it on your pile. A kurva anyád. Gyerekek, meg lesz az. Yeah! GG! Kiütöttem a liánt! 1v1-be megy, gyerekek! Egyszer meghaltam! De meglett a liánom! Az én liánom! Ő az enyém! Van egy nevesünk! Akkor most kell neki farmolni mindenképp páncélvalót, mert na várjatok! Fegyverek azok úgyis jobbak, mint amit én tudok még craftolni. 100%. Van 3 trallunk. Erről látjátok, ez már mind elkészül. Úgyhogy nincs benne betörő. Ilyen, szerintem ilyen 15 perc alatt elkészül a T2-es. T3-as nem volt egy óra, T4-es szerintem ilyen, hát nem tudom az mennyi idő lesz, de nem hiszem, hogy olyan hűde sok idő kell annak is. Leves az még viszont kelleni fog. És akkor kell nekik páncél, amihez kurva sok bőr kell, meg vas, ha minden igaz. Meg kéne most már táncos hölgy is. Sosem jó helyen vagyok páncél. Az kell, igaz? Igen, ez is vas kell ugye, polsztánunkhoz. Bőr kell, meg izé, jó. Viszont magához a páncélhoz ugye vas meg bőr. Szóval vas és bőrt kell szerezzek sokat. Ami a többiek nem jönnek, meg akkor már mindenkinek van valamilyen követője. Jó, több nem kell. Na, látjátok, már lián is megvan 2-3%-ba. Szerintem a lián is meg lesz így 3 órán belül. Úgyhogy nincs betől. Jó, akkor vas kell nekem. Elviszem a trallomat. Azt kicsit húzzuk. Azon mondok, hogy a lovat is el kéne vigyük, mert abban meg tudunk pakolni. Ne jöjjünk az a már így félig üresen úgy szólván. Szóval bőr kell nagyon sok állatok, aztán kell megyünk disznózni, vas kell. Jó. De ugye ha nincsenek védők, akkor mit élünk el? Meg ezt a kaput meg akarom csinálni, hogy ne jöjjön be ide senki. Szóval legalább itt az elejét meg akarom csinálni normálisan. Basszus, hát fel akartam ülni. Harca fel! Győzni kell! Jó vagyok, bocsi. Ja, fiúkája. Nem is húzom tovább az időt a videóval, most... Ezt töröd meg, jó? Ezt ne kelljen már itt föl nekem. Soha meg. Nem tudja megölni a földön? Vagy most mi van? Látjátok, ott van hátán a dáldája. Hát jó van, majd belejön szegényke. Lehet, hogy még szégyenlős. Na szóval. Köszi, hogy itt voltatok, további szép napot, jó étét. Amint jönnek a többiek, vagy legalábbis valaki, és a találkozás mindenképp levideózom, hogy lássátok, hogy vagyunk, meg emelmeszünk is.
És igazából most farmolni fogok, szóval annak továbbiában nincs értelme videózni. Nincs benne a ló, félig. Szóval később találkozunk. Sziasztok, köszi, hogy itt voltatok. Thought you